szeretnék mondani, amit már többször elmondtam, aztán polgármester kollégáim eldöntik, hogy kívánnak ebben valamilyen vélemény nyilvánítani, vagy nem. Magyarország sok mindenben fejlődött 1990 óta. De amiben a legtöbbet és utolérhetetlenül fejlődött, az a fogalmazás technika. Ott egyszerűen utolérhetetlen előmenetelről tesz tanúbizonyságot, és látom én, hogy ez most az ellenzéki sajtónak ez a történet úgy jött, mint homárhoz a fehérbor, különösen a választási kampányban, de az a helyzet, hogy kezdettől fogva élesen különbséget teszünk migránsok és menekültek között. Mi hárman biztosan így gondoljuk, megelőlegezem a két kollégám is, és Magyarország és a magyar kormány se zárkozott el soha a menekültek istáfolása elől. Itt az a probléma, hogyha valaki igazolja a személyazonosságát, és igazolható, hogy valóban háborúval menekült, az egy dolog, az összes többi egy másik dolog. Most, hogy ezt igyekeznek összekeverni, mert voltak itt ugye egyébként valóban unió által támogatott pályázatok, amiket kerületi szervezetek is igénybe vehettek, és egy ilyen meghirdetett pályázaton indult el a főváros illetékes szervezete is. Ebbe önmagában én semmi kivetnivalót nem látok, bár nem vagyok az ügynek szakértője, határozott véleményem van. Én is szeretném, ha Európának és benne Magyarországnak a kultúrája, szokásjogai, vallási hagyományai nem kellene, hogy átessenek gyökeres változásokon, hogy mit írnak erről az olyan nagyjaink, mint Arany János, Petőfi Sándor vagy Radnóti Miklós, ezt ajánlom a dobokat verők figyelmébe. Tehát a cél az ez, hogy egy kisebb létszámú menekült emberi körülmények közé helyezésének közben dolgoztak, hát ezt fel lehet fújni a napi kommunikációba, különösen egy választási kampányba, ehhez mindenki hozzáteszi a magáért, mindenki tudni vél valamit, mindenki levezet valamit, de különösebben mi nem akarunk ebben elmélyedni. Úgy gondolom a két dolog, aki akarja, annak a számára elválasztható egymástól, aztán ön is tudja, én is tudja, én is tudom, hogy ez tulajdonképp kampánytéma lesz áprilisig. Erről ügyes és kevésbé ügyes kérdéseket folyamatosan fel fognak tenni. Ez annak a sparingolásnak a része, amivel a választási kampányok járnak. Ez különösen, mert amennyire én látom, de ez egy személyes vélemény, ez biztos, hogy nem lesz egy normális kampány. Nem tudom, polgármester urak. Csak egyetlen egy mondat, ha megkérdeztetünk, nem 17. kerületben sem menekült, sem migráns befogadására nem került sor. Volt egy jobbikos vád velünk szemben, hogy a 17. kerületben menekült tábor vagy migráns központ létesülne. Ezt elég kerekperec megválaszoltuk, amíg én polgármester vagyok, addig olyan nem lesz, mint ahogy valószínűleg az ENSZ közgyűlése sem fog a 17. kerületbe költözni, vagy Bajkon úr központ sem bennünket fog választani a jövőben, úgy menekültábor migráns központ sem lesz Rákos mentén. Egyetlen mondat, hogy hasonlóképpen a 16. kerületben sem volt, és nem is lesz. Sem menekültek, sem migránsok befogadására. Alkalmas hely sincsen, szerintem meg igény sincsen.